Sokszor az embernek legjobb orvossága, de csak annak, aki mértékkel használja. A borokat már az ókorban is használták gyógyszerként. Görög és római kori orvosok gyógynövényeket és fűszereket áztattak borban, így készítettek gyógyító kivonatokat. A gyógyborok készítése számos esetben összefonódott a szerzetesi rendekkel. A legismertebbek egyike a 11. századi gyógyító Szent Hildegárd számos gyógybor recepttel gazdagította az orvoslás kelléktárát. Magyarországon a pannonhalmi és tihanyi apátság szerzetesei is készítettek gyógyborokat. Az első magyar nyelven készített orvosi tanulmány szerint 1690-ben igen népszerű orvosságok voltak a fűszerszámos borok. Nem lesz orvossága az öreg napokra. A 20. század első felében is igen fontos és sok irányú szerepet töltött be a bor a gyógyászatban. A magyar gyógyszerkönyv 1954-es 5. kiadása még tartalmazza a gyógyszeres bor fogalmát. Gyógyfüves boraink két családi vállalkozás együttműködésével készülnek a Balatonfelvidéken. Takács Ferenc kertészmérnök, a Gyógynövénytúrák Kft. Zánkai gyógynövény szakértőjének és Aklan György, a Lesence Tomai Aklan családi pince szőlész főborászának munkáját a szakmai hagyományok ápolása mellett az újításra nyitottság alapozza meg. Közös célunk, hogy a Balatonfelvidék ismertségét, értékeit, hagyományait népszerűsítsük. A Vinum Hungarum Herbarum, a magyar gyógyfüves borok gyűjteményének célja a kulináris gyógyfüves praktikák felélesztése, újraértelmezése mindennapjainkra. A Gyógynövénytúrák Kft. Célja a gyógynövényes kultúra terjesztése, a tudományosan megalapozott ismeretek, gyakorlati tudást, hagyományok átörökítése, felélesztése. És így ég volt az, akinek búja van, a bút őre nyakra főre rohan. A borokban áztatott gyógyfüvek jó részét a Balatonfelvidéken gyűjtjük. Gondosan, kézzel válogatva dolgozzuk fel. A gyógyfüves boraink alapját az Aklan családi szőlőbirtok és borászat hazai és nemzetközi versenyeken díjnyertes borai adják. A családi pincészet Lesence Tomajon, a Balatonfelvidéki borvidék egyik legjobb és legszebb bortermőhelyén 1988 óta gazdálkodik. A közel 8 hektáros szőlőbirtokot családi összefogással működtetjük. Célunk kiváló minőségű borok készítése, amelyek a Lesence vidék csodálatos szépségének, természeti adottságainak üzenetét hordozzák és közvetítik a borkedvelőknek. A borászatunkban kézműves technológiával, kézi szüretelésű szőlőből, irányított erjesztésű, reduktív, üde, valamint ászkolt, testes, nagyformátumú borokat készítünk, amelyek prémium minőségét a borversenyeken kapott érmek is bizonyítják. A gyógyborokat a hagyományos borokhoz hasonlóan javasoljuk kóstolni. Hogy az illatok intenzívebbek legyenek, egy picit melegebben kínáljuk a szokásos bor kóstoláshoz képest. A fehér borokat 12-14,
A vörös borokat 14-16 fok körüli hőmérsékleten érdemes fogyasztani. Először az emlékezetünkben élő jellegzetes illatokat ismerjük fel, és érezzük ki elsőként a borból. Játsszunk el az intenzív illatokkal. A hétféle gyógynövény gondos kiválasztásának, íz és illat összetevőinek köszönhető a buja, dús, ám harmonikus illatkavalkád. Próbáljuk beazonosítani illatuk alapján az egyes összetevőket. Ezután következzék a bor ízlelése. Először a gyógynövények komplex ízvilágával találkozunk, majd a korty lenyelése után kerül elő az alapbor jellegzetes íze. Az első ízeket a szájban érezzük, az utóízeket hátul, a garatról visszaáramló illatok gazdagítják. A gyógyfüves borok mértékletes fogyasztását ajánljuk, napi 1-2 deciliter mennyiségben. Csak jó bort így. Az ajánlott napi adagot betartva, a rendszeres borivásnak pozitív élettani hatása van. A túlzott mértékű alkoholfogyasztás azonban káros hatásokkal jár. A gyógyfüves borokat komótos kortyokkal, különleges figyelemmel kóstoljuk és élvezzük. És így ér volt az, akinek bú-